estét kívánok! Ma esti műsorunkban ellátogatunk a Szép Szótáborba és az Újságíró Egyesület riporttáborába, valamint összefoglalót láthatnak az Újvidéki Filmfesztivál szerbiai gyártású játékfilmjeiről. A Vészterhes 90-es években indult meg és bontakozott ki a vajdasági magyar versmondó mozgalom. A fiatal pódiumművészek a Versmondó Egyesület nyári és téli táboraiban csiszolódtak. A héten 25. alkalommal zajlott le a Szép Szótábor. Volt neked egy fakulóba, haja mai dináron! Haja mai dináron! Mikor az a nagy hó esett? Mikor az a nagy hó esett? Ráültem a nyáron! Ráültem a nyáron! Nekem nagyon fontos egyáltalán az, hogy magyarul beszélünk, mert ebben számomra, én ebben tudom legjobban kifejezni magam, mert ez az anyanyelvem, amit először megtanultam édesanyámtól és édesapámtól. A versben pedig mindaz, amit a költők, vagy akár mi, hogyha beleéljük magunkat a versbe, azt át tudjuk érezni, és át tudjuk adni a saját érzelmeinket a közönségnek. A vers olvasás és a vers mondása nem egy nagyon népszerű műfaj, hanem nagyon egyedi és nagyon egyéni. Mégis azt kell mondanom, hogy idén is 49 gyerek úgy döntött, hogy a nyári szünidejéből egy hetet arra áldoz, hogy itt lehessen közöttünk, itt lehessen velünk, és tanulhasson az oktatóktól olyan dolgokat, amit aztán később felhasználhat, nem csak a következő évben, hanem akár az életben is. Mert nem csak olyan fiatalok vannak itt, akik aztán a következő évadban folyamatosan versmondó versenyekre járnak, hanem olyanok is, akiknek fontos ez a közösség, és azért jönnek el ide, hogy önbizalmat, megjelenést tanuljanak. Mikor az a nagy hó esett, ráültem a nyáron? Gyí fejlovam repült is a deres, mint a sárkány. Gyí fejlovam repült is a deres, mint a sárkány. Fél arasztal sebesebben az ólom madárnál. Fél arasztal sebesebben az ólom madárnál. Gyerek az osztályban, ha azt mondja, hogy ő versmondó, és ő versekről szeretne valakivel beszélni, hát lehet, hogy nem nézik normálisnak. De itt ezekről a dolgokról nyugodtan lehet beszélni, de nyugodtan lehet akármilyen dolgokról is beszélni, és megértetni a fiatallal azt, hogy a vers az nem valamilyen elvont fogalom, hanem ugyanúgy foglalkozik a hétköznapi dolgokkal, mint ahogy ő foglalkozik otthon, csak nem tudja megfogalmazni. Erre jók a költők, akik ezeket meg tudják fogalmazni, és úgy tudják ezt leírni, hogy érthetőbbé váljon annak azok a belső dolgok, azok a belső lelki dolgok, amiken átmegy egy gyerek, érthetőbbé és közelebb hozza hozzájuk az irodalmat is, és akár önmagukat is. Ingina vagyok, Budasról érkeztem. Érita vagyok, én is Rudasról érkeztem, és téged Baluhat hívnak. Hát nem mondtam már, hogy... Ja, vannak hívnak. Én mondtam, hogy Szabadkáról érkeztem mindenért. Azt gondolom, hogy amikor elindult a tábor, majd 20 évvel ezelőtt, akkor még volt egy nagyon erős igény rá, ugyanis ugye befejeződtek a 80-as évek, amikor szavaltak az emberek, fölléptek különböző szerkesztett és ünnepi műsorokban, és ebben ki is merült nagyjából a versmondás. Aztán elindult egy új évtized, és az új évtized új szeleket is hozott magával. Hát mi nagyon jól ismerjük, hogy milyeneket, hiszen nekünk nagyon sok fájó dolog is történt. Viszont magával hozott egy olyan kultúrforradalmat, ami nem csak a színházakban, nem csak az irodalomban, nem csak a művészet más különböző területein, hanem a versmondásban is megjelent. És nagyon sok fiatal elkezdett ez érdekelni, ezt ismerte föl a Krekity Olga, és amikor az első tábort megtartották, akkor le kellett mondani gyerekeket, mert annyian jelentkeztek. 94, mint tudjuk, történelmi időket visszapergetve, hogy nem volt épp egy kiváltságosan szép és boldog idő, mert hát a háborús időket éltük akkor, és úgy nagyon szétszélettek a versmondók, színjátszók,
úgy szétesett a művelődési életünk, és mivel én előtte az Életjelnek a tagja voltam, ami egy községi civil szervezet, és szavalóként is tevékenykedtem, de ekkor már gyakorlatilag anya voltam, két gyermekes anya. Úgy gondoltam, hogy elég érett vagyok ahhoz, hogy létrehozzunk egy olyan civil szervezetet, amely egy ernyőszervezet lesz, és hát összetoborozzuk mindazokat a fiatalokat, akik a versmondással és a gyermekszínjátszással szeretnének foglalkozni. A célkitűzés pedig az volt: szép magyar beszéd, versmondás, közösségi foglalkozások, drámapedagógiai játékok, és ennek kapcsán ugye egy-egy gyereknek a jellemének a fejlesztése, kibontakoztatása. Nekem a sírásról a boldogság. Azt hallom. Nekem a boldogságról a családi eszembe. Mi a család témával foglalkozunk, és olyan verseket hoztam, amik erre a témára illenek, és nem csak teljes verseket, hanem vers részleteket is. Én szeretem, hogyha nem csak teljes versek hangzanak el, hanem egy-egy fontosabb gondolat van csak kiszedve belőlük, és igyekszünk a gálára úgy elkészíteni a mi kis összeállításunkat, hogy ne csak a versek szólaljonak meg egymás után, hanem összefűzzük őket egy kis jelenet sorra, kis előadássá, ami a saját gondolataiknak a sűrítménye lesz. Tehát ők is írtak saját gondolatokat a családról, a szülőkről, a nagyszülőkről, hogy ők mire vágynak, ők milyen szülők szeretnének lenni, egyáltalán milyen lehet egy boldog család szerintük, és ezeket próbáljuk összekombinálni, így megfűszerezni a történetet, hogy tényleg a sajátjuk legyen. Mi először is a szöveget tanultuk meg, és később helyeztük be a műsorba köré különböző szituációkat, szerveztünk is ilyeneket, hogy érdekesebbé tegyük a műsort. A gálára a családról készítünk egy kisebb műsort, amiben mindenki részt vesz különböző szavalatokkal, különböző megfigyelésekkel, saját gondolatokkal. Számomra a szavalás fontos, hát fontos, igen, mert ki tudunk olyan, tehát vannak olyan költők, akik még versek, amelyek ugye a mi stílusunkat és ugye a mi érzelmeinket is megírják például, és ez miatt is például, tehát hogy azt a verset, ami úgy érzük, hogy a mi érzéseinket adja elő, azokat például nagyon jó elszavalni. Kerítésig, kerektó sarkáig. Kerítetlen kerítésig, kerektó sarkáig. A szövegeket igyekszünk úgy válogatni, és olyan szövegeket kínálni a gyerekeknek, amik azért az ő dolgaikról szólnak, amiben azért van mobiltelefon, vagy van internet. Tehát csak megfogalmaz egy olyan problematikát, megfogalmaz egy olyan problémarendszert, olyan lehetőségrendszert, amiből ő következtetni tud, és úgy tudja helyre rakni a dolgait, fontossági sorrendben, hogy aztán ne egy valóban egy internet és mobiltelefon függő felnőtt váljék belőle, hanem olyan, aki használja ezeket az eszközöket, de közben ki tudja nyitni a könyvet is, és el tudja olvasni, és tudja élvezni, vagy akár el is tudja mondani ezt közönség előtt. Ezekből a gyerekekből, akik ma már felnőttek, ugye, aztán később megalapozott a Kosztolányi Színház, új generáció jött a Népszínházba, az Újvidéki Színházba, a televízióhoz, mondja Moravec Krisztinát, ugye, vagy Eloreminát, mint színésznőt, de mondhatnák olyat is, aki Magyarországon futotta be a karrierjét, mondjuk rá Kovács Lehel, aki ugye tévésztár Magyarországon, és vagy éppen egy temerini nagylányka, a Petrik lányka, aki a Radnóti Színháznak most a tagja. Tehát
És én örülök ennek, hogy nem csak a vajdasági művészeti alapokat erősítettük meg, hanem hát a mi mozgalmunkat is, mert ez egy hungarikum. Azt hiszem, sehol máshol nem létezik egy ilyen művészeti ág, hogy versmondás. 22 eszelem, félmeztelen egyén, egymás hátán egyén, gyűzsöklen a pályán. Egymás mája pályán taposnak, és ha elég aposnak, lát a bíró minden egyest, megítélek 11-est. S mert az egény feje 11-es kirót, a fele közönség ápozza a bírót. De senki sem csendes a nagy ember tömböl, mert a másik fele harsány éjjel dömböl. Eközben a meccsen, de sok sícson tetsen, szerdesét vérfretsen. Fel sem veszi el sem a fetrengő játékos, pontosabb a játék most. A bal közé csatálátázza egy bekken, úgy esik az összal, csak meg se nyekken. Aztán a határnek írod a jót, Anyagi források hiányában tavaly egyetlen magyar játékfilm sem készült. A szerbiai filmesek sincsenek jobb helyzetben, az alkotóknak sikerült mégis kigazdálkodniuk néhány figyelemre méltó mozit. Az augusztus 26-án kezdődő Újvidéki Cinema City Filmfesztivál versenyprogramjában 13 friss hazai gyártású produkció szerepel. A vetközés című film az 1981-es születésű Kosta Györgyevics bemutatkozó filmje. A komédia egyetlen belgrádi éjszaka történetét mondja el három különböző emberi sors ábrázolásán keresztül. Vígjátékhoz illően az időnként társadalomkritikát is tartalmazó történet a finisben egy striptease bárba sodorja a szereplőket. A rendező szándéka szerint a politika, a rendszerváltás és a háborús traumák helyett egy univerzális témáról, a viszonzatlan szerelemről akart forgatni. A film nyelvezetét lehet urbánusnak vagy utcai szlengnek nevezni, egyszerűbben fogalmazva a szereplők végig káromkodják a másfél órát. A fiatal filmesek körében szokatlan Kosta Györgyevics hozzáállása. A külföldi fesztiválok értő közönsége helyett ő a hazai közönséget, elsősorban a fiatal városlakókat célozta meg. Az Örvény című sodró lendületű társadalmi drámát Bojan Vuk Koszovcsevics írta és rendezte. A főszerepet Nenád Okánovics alakítja, de a népes szereplőgárdában Emir Kusturica neve is megtalálható. Ez az 1980-as születési rendező első filmje. Saját bevallása szerint egy személyes emlékét vitte vászonra. Ehhez képest meglehetősen banális a történet. A 90-es évek kliséit és sztereotípjait látjuk viszont. A szinopszist három egymásba fonódó történet adja. Az elsőben egy meg nem érte skinheadet ismerünk meg, a másodikban a gyors életre és a még gyorsabb halálra felesküdött utcai bűnözők élete a téma, a harmadikban pedig egy művész áll a középpontban, aki a harctérről visszatérve graffitiket készít, állandó visszatérő motivuma az örvény. A film gyenge forgatókönyvét a különleges képi világ ellensúlyozza. A szerb, német, francia, magyar koprodukcióban készült Mamaros című alkotás Momcsilom Radakovics első rendezése. A cím szabad fordításban anyja szoknyájába kapaszkodó gyereket jelent. A film egy középkorú filmrajongóról, Péráról szól, aki anyjával él Belgrádban. Az 1999-es NATO bombázás miatt elhagyja a szerb fővárost és New Yorkban köt ki. Péra új célt talál életének, be akarja bizonyítani az embereknek, hogy a digitális vetítésekkel szemben csak a régi idők eszközei, a celluloid, a mechanikus vetítők és a régi vásznak nyújthatnak valódi mozi élményt. A Mámáros című film operatőre Vecsernyés János volt. Annak ellenére, hogy most mutatkozik be első alkalommal rendezőként, Momcsilom Radakovics már régi róka a szakmában, az építész végzettségű író-producer több siker filmforgatókönyvének szerzője. A Mámaros producerá Fatih Akin, a német film török fene gyereke. A szerb-svájci koprodukcióban készült Kihalás című film az újvidéki Milos Pusics második filmje.
A forgatókönyv Dusan Spasojevics drámája alapján készült. A főszerepben Branislav Trifonovicsot láthatjuk. A főszereplő Janko hazatér Belgrádból szülőfalujába. A tékozló fiút nagy szeretettel fogadják, míg ki nem derül, hogy hazatértének egyetlen oka van, el akarja adni szülei földjét, hogy a bevételből Svájcba költözzön. A dráma a vidék kihalására és a generációk különbségeire épít, de a rendező a tájat metafizikai síkra emelve, a Szerbhegyvidéket a magány, a kiüresedő érzések ábrázolására használja. A rendező szavai szerint a film a szőnyeg alá söpört emberekről szól. Tebe sreće nema. Neću da mi parče zemlje bude preče od života. Onda uzmi pare i tute. Leva. A Hinta című road movie egy internetes rádió műsorvezető párról szól. A két hölgy egy napon kifogy témákból, így kitalálják, hogy füllenteni fognak. A hallgatóknak azt mondják, hogy az Egyesült Államokba utaztak, és kedvenc zenészük Jack Oblivion nyomába eredtek. A Hinta ennek a képzeletbeli rádió műsornak a megfilmesített változata. A főszereplő lányok Tamara Drakulic és Anna Ivanovics filmakadémiát végeztek, alkotásukat igen szerény keretből valósították meg. Az Amerikát átszelő 66-os út filmkészítők százait ihlette már meg. Ebben a filmben is furcsa figurák és csodálatos tájképek garantálják a jó szórakozást. A Szerelem később jön című alkotás egy éjszak alatt játszódik Belgrád utcáin, három történet fonódik itt is össze. Az elsőben egy férfi prostituálthoz megy, de szex helyett irodalomról beszélgetnek. A másodikban elidegenedett szeretők találkoznak utoljára egy hotelszobában. A harmadik szegmens pedig egy előkelő étteremmel játszódik. Az első filmes rendező és csapata gyakorlatilag támogatás nélkül valósította meg a mozit. A forgatás összesen 7 éjszakán át tartott. Ez a lelkesedés arra ad reményt, hogy nem csak a Szerelem jön később, hanem Hadzsi Alekszandár Gyurovicstól is sokat várhatunk. A Jég című film Rados Bájics azonos című monodrámája alapján készült. Ez volt a színészként és sorozatok írójaként ismert neves szerző első sikere. A 70-es években több mint 1000 előadást megélt a szöveg. A dráma születése után 35 évvel a szerző lánya forgatott filmet belőle. Jelena Bájics Jocsics Londonban végezte tanulmányait iparművészet szakon. Ez lehet az oka annak, hogy már-már gicsbe hajló szentimentalizmussal fordul a szerb vidék a szerb falu felé. A sumadiai táj itt csupán paraván, a hangsúly a hősök belső drámáján, az elfojtott feszültségeken van. A rendezőnő számol a dráma megírása óta eltelt 35 évvel, a 70-es éveket már a tiltói korszak alkonyaként ábrázolja, érzékeltetve a szocialista jóléti társadalom belső ellentéteit. A szerb, német, francia, szlovén és horvát együttműködésben megvalósult Körök című film egy megtörtént esetből indul ki. 1993-ban a boszniai háború idején, Trebinyében egy szerb kiskatona Srdjan Aleksić közbelépett, amikor harcostársai ok nélkül ütlegeltek egy muzulmán fiút. A szerb katonák nemzettársukat, a jó akaratú segítőt is elverték, sérüléseibe belehalt. Srdjan Golubovics filmje a következményeket járja körül. Szembesíti a megmentett férfi, a gyilkosok és az áldozat családját, azt sugalva, hogy senki sem vonhatja ki magát az események lavinájából. Erre utal a film címe is, akár a vízbe dobott kőnyomán születő koncentrikus körök hullámai, a jó tett is tova terjed. Srdjan Golubovics már a tengeren túlon is ismert rendezőnek számít, a Körök című alkotás elnyerte a Sundance Fesztivál díját, előző filmjének a Csapdának pedig már készül az amerikai remake-je. A Ha fel kell a nap című film Philip Davis szövege alapján készült. Egy idős zenetanár önkeresésének története az egykori belgrádi haláltábor kulisszái között. A Vásártér néven ismert gyűjtőtábor helyén folyó építkezések során egy fémdoboz találnak, benne egy befejezetlen zenemű kottáival és egy levéllel. A levélből a zenetanár megtudja, hogy a II. Világháború idején zsidó szülei egy szerb családnál rejtették el. Az idős férfi nyomozni kezd és egyre mélyebbre merül a történelem mocsarában. Goran Paszkajevics az egyik legnagyobb becsben tartott szerb rendező. 16 játékfilmet rendezett, köztük olyan sikermozikat is, mint a Lőporos hordó és a Strand téli őre. Legújabb alkotásában szerepel Balázs Áron, az Újvidéki Színház művésze is. A
A Goran Markovic rendezésében saját forgatókönyve alapján készült hamisító, képtelen összeeskü és elméletekkel fűszerezett komédia, mely helyenként mély társadalomkritikát is megpendít. A forrongó 60-as évek idején játszódó történetben Angelko hithű kommunistaként él, egyetlen hibája, hogy egyetemi diplomákat hamisít. Emiatt kerül börtönbe, ahol megismerkedik Jugoszlávia kifordított valóságával, usztasákkal, sorozatgyilkosokkal, politikai foglyokkal. Angelko összebarátkozik egy halálra ítélt fiatal horvát fiúval, amikor szabadlábra kerül, megpróbál érte közben járni az államelnöknél. A biztonsági szolgálat merénylőnek nézi, rálőnek, de véletlenül Tito marsall tölik meg. Ekkor megkezdődik a történelem hamisítása, áll Tito irányítja tovább az országot, és többé semmi sem az, aminek elsőre látszik. Az Artilleiro egy brazil kifejezés, jelentése gólgyáros. Ebből már sejthető, hogy az Artilleiro című film témája a foci. Főhőse Kicsi, egy belgrádi fiú, aki példaképek és célok nélkül sodródik az életben. Egyetlen szenvedélye a Crvena Zvezda foci csapat. Rajongása odáig fajul, hogy elhatározza, visszacsábítja Szerbiába, illetve a Zvezdába a Manchester United csapatkapitányát, Nemanja Vidicet. A lehetetlen ötlet követőkre talál, egész mozgalom bontakozik ki körülötte, melyben a kallódó fociszurkolók megismerik az összetartozás érzését. Érdekesség, hogy a film egyes jeleneteit mobiltelefonnal vették fel. A versenyprogramban szerepel a Belgrádi Filmakadémia hallgatóinak trillere is, Hol van Nádja címmel. A történet szerint egy fiatal lány nyomtalanul eltűnik, keresésére induló apja megismeri lánya ártatlannak hitt életének megdöbbentő titkait. A főbb szerepeket Svetozár Cvetkovics és Anica Dobra alakítják. A 6. Cinema City augusztus 26-án kezdődik és szeptember 1-ig tart. 11 programcsomagban összesen 130 filmet vetítenek 10 újvidéki helyszínen. A fesztivál különlegessége a zenei filmek bemutatása, de a közönség számára a szabadtéri 3D-s vetítések is vonzóak lesznek. A retrospektív szekciót Zselimir Zsilnik munkásságának szenteli. Erdélyi és kárpátaljai újságírók is részt vettek a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület 3 napos riporttáborában, melyet az idén Erzsébet lakon szerveztek meg. Közép-Bánát területét, méghozzá Erzsébet lak környékét választotta a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete riporttáborának helyszínéül, amelyet az erdélyi kollégák táborának mintájára szerveztek. Úgy ítéltük meg, hogy ez egy nagyon szép és érdekes vidék, ahol nagyon sok jó kezdeményezés van, jó témákat, jó anyagokat lehet találni, készíteni, és jó riportokat, mert hát ugye az a célja ennek a 3 napos összejövetelnek, hogy minél több jó riport szülessen, hogy azok elhangozzanak egyrészt nálunk, rádióban, tévében, megjelenjenek az újságokban, és hogy a külföldi kollégák elvigyék ezeket az itt készített anyagokat, és esetleg náluk is fölhívják a figyelmet Vajdaságnak, Bánátnak erre a részére. Az újságírók ismerkedtek egymással, a környékkel, de tapasztalatcserére is volt alkalom. Nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy valamiféle előre gyártott elemekből építkezünk. Amikor néha napján kimegyünk egy-egy faluba, egy-egy kisvárosba, akkor már otthon előre elkészítjük a kérdéseinket, sürget az idő, ezért azokat feltesszük. Ezek a kérdések nagyon sok esetben irányítottak is, szinte tartalmazzák a választ, de így tulajdonképpen elsiklunk olyan fontos dolgok mellett és érdekes dolgok mellett, amelyet meg kell ismernünk. Na most nagyon örvendek annak, hogy Erdély felfedezésének mintájára elindult a Kárpát-medence felfedezése is, hiszen itt ebben a táborban a Kárpát-medence szinte minden magyar lakta régiójából itt voltak az újságírók, Kárpátaljáról, Erdélyből érkeztünk, a Vajdaságból, és elindult ez a folyamat, én azt hiszem, hogy ez egy hagyományteremtő táborozás. Természetesen visszatérnénk ide Vajdaságba, hiszen rengeteg érdekes dolgot tudhattunk meg. Nagyon sok helyen ugye szerveznek művésztelepeket, a művészeknek írótáborokat. Úgy gondolom, hogy az újságíróknak is szüksége van, és mindenkinek szüksége van ilyen táborokra, találkozókra,
aki szellemi munkát végez, hiszen itt meg lehet beszélni azokat a dolgokat, és véleménycsere, látásmód, sok az embernek a látásmódja így szélesül. Az újságírás királynőjén a riporton volt a fő hangsúly, és a terepet végigjárva minden újságíró kedve szerint választhatott magának témát. Ami engem érdekelt, az például a nád. A nád az egy veszélyes gyomnövényként van, ugye számon tartva, itt viszont az életet jelenti. Nagyon sok család, ember számára a megélhetést, a biztos jövőt, mert a nádfeldolgozás révén a termékek innen már valóban a nyugati, a nagyon igényes nyugati piacra is eljutottak, Németországba, Hollandiába, hagyd ne soroljam. Ez majd mind kiderül a riportokból, beszélgetésekből, amelyek itt készültek. Nekem, amikor meghívtak, az tűnt legérdekesebbnek, hogy itt katolikus polgárok élnek, az úgynevezett pajtyinok, és tulajdonképpen ezután igyekeztem hát a szűk idő alatt nézni, hogy hogy is kerültek ide, miért katolikusok ők, hogyan élnek együtt, tehát mi a történetük, és egyáltalán mi a jelen, és mi a jövő, mi lehet a jövő. A táborban készült riportokból egy kiadvány megjelentetését is tervezik. Ha utána még ezeket a riportokat sikerül el is, be is gyűjtenem, mert az a cél, hogy utána mindenki, tehát aki rádiózott meg tévézett, az is leírja később, és hogy hát készítünk ebből egy kiadványt. Tehát, hogyha ez sikerül és meg lesz a sikerélményünk, akkor szerintem jövőre is megpróbálkozunk, lehet, hogy egy másik vidéken. A háromnapos riporttábor elegendő volt arra, hogy sok szép riport készüljön, és hogy az újságíró kollégák ennek a környéknek a hírét vigyék a Kárpát-medencébe. A jelenlétet látták. Tartsanak velünk a jövő héten is.